3 másodperc van még. 54-49 Baker. Még ráteszi. Első alkosár. Ez volt az utolsó pontos dobása Ian Bakernek, az atomerőmű ESE játékosának. A héten a férfi NBA-1-es kosárlabda csapat vezetése megköszönte eddigi a klubért tett erőfeszítéseit az amerikai kosárlabdázónak. A légiós 12 mérkőzésen 10,7 pontot átlagolt, aki meccsenként közel 23 percet töltött a pályán. Többet vártunk ilyentől, a másik meg azért ezt kell mondani, hogy nagyon nagy szerencsétlen sorozatban volt nyáróta, mert megsérült, utána pozitív lett, utána elkezdett fájni a csípője, ez is beleszólt ugye a döntésbe, de ez a másodikok, a harmadikok egy pici ugye szakmabeli, hogy szerintem az új játékos jobban fog feküdni a mi stílusunknak, amit jelenleg játszunk. Az atomerőmű ESE és Jason Page szezon végéig szóló szerződést kötött, a hírt a napokban jelentette be a piros-kék klub. A 26 éves amerikai hátvéd az egyetemi évek után Németországban, Észak-Macedóniában és Angliában folytatta karrierjét, legutóbb az amerikai J-ligában szerepelt. Azt szeretnénk, hogy ami az utóbbi meccseken problémánk, hogy javuljon a külső dobás, tripla mutató. Utolsó meccs után ez nem lesz nehéz javítani, de a Jay leginkább kettes poszton bevethető játékos, akinek az erősége pontszerzés, úgyhogy ez az első célja. Nem vagyok biztos benne, hogy sokat fog tudni segíteni irányításával, de ez is benne lesz nyilván, mert ugye biztos, hogy ezeken a posztokon játszott múltban. Úgyhogy leginkább ezt a hatékonyságot leginkább a tripla vonalra. A játékos, ha minden jól alakul, tehát ha egészséges is, a játékengedélye is időben megérkezik, akár már a hétvégi oroszlány elleni idegenben mérkőzésen pályára léphet. Az atomerőmese a 20-21-es szezonban 11 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 4. helyén áll a férfi kosárlabda NBA-1 A csoportjában.